Öt ország 300 nevezője közül a Nyíregyházi Laborkafé projektje is bejutott a Szociál Marie díj jelöltjei közé. A szakmai zsűri összesen 34 projektet választott ki. A díjat idén 16. alkalommal osztják ki, ebben az évben május 1-én Bécsben, és a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Fekete Éva, a Laborkafé vezetője, ötletgazdája. Jó napot kívánok, üdvözlöm! A neve az, hogy Laborkafé, de hát azért nem egy kávézóról van szó, úgyhogy jól tudom. Így van, ez egy társadalmi kezdeményezés, egy társadalmi vállalkozás, hogy úgy mondjam, aminek a profitja, mint ahogyan a benyújtott pályázatnak a címe is ez volt, hogy Laborkafé kávézó társadalmi haszonnal. A mi profitunk az a pozitív változás, amit a helyi közösségben okozunk. A célja a önkéntesség és a adományozás népszerűsítése és a mindennapi kultúránkba történő beépítése. 5 évvel ezelőtt, amikor úgy döntöttek, hogy létrehozzák egyáltalán, mi volt az inspiráció? Miért gondolták, hogy jó lenne egy ilyen? Az alapítványunk 2004 óta működik, és az alatt az évtized alatt, ami ezt a kávézót megelőzte, ennek a létrejöttét megelőzte, arra jöttünk rá, hogy az analóg megközelítés, ahogyan eddig a fiatalokat és a helyi közösséget megszólítottuk szórólapokkal, különböző nyomtatott anyagokkal és időről időre felbukkanó utcai akciókkal, az már kevés ebben a nagy információs dömpingben, ami körbevesz minket, és azt gondoltuk, hogy egy olyan szemléletformáló programmal tudnánk szélesebb rétegeket elérni a helyi közösségből, ami folyamatosan jelen van és folyamatosan rendelkezésre áll, és ez adta az ötletet arra, hogy hozzunk létre egy olyan közösségi teret, ami mindenki számára nyitott, ugyanakkor a fenntartása az nem csak a hely mindenkié, hanem az azzal járó felelősség is mindenkié. És hát ez először az első években nagyon idegenül hangzott a helyi közösségnek, hogy mi azt várjuk, hogy ők is, ahogyan a szlogenünk is mondja, vegyék belőle a részüket és tegyék hozzá a magukét, de ez az első években rögzült, és egyre szélesebb körben elterjedt, és egyre több ember csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, és már 5 éve folyamatosan működik ez az önfenntartó projekt. Mondja, hogy egyre több ember csatlakozott, de kik ezek az emberek, főként a célközönség, a középiskolás korosztály? Én inkább onnan közelíteném meg, hogy a helyi közösségnek a teljes köre az, akit mi várunk, hogy csatlakozzon, és kvázi haszonélvezői a középiskolás korúak annak, hogy az idősebb korosztály, aki megértette ennek a fontosságát, ennek a kezdeményezésnek, az hozzáteszi a magáit, és lehetőséget biztosít arra, hogy a középiskolások számára mindig nyitva legyen ez a közösségi tér, de persze nem csak ők használják, sőt többnyire nem ők használják, nem ők azok, akik elsősorban tevőlegesen azért tesznek, hogy ez a kávézó működjön immár 5 éve, de a kötelező iskolai közösségi szolgálatot lehet nálunk teljesíteni, úgyhogy ilyen értelemben ők is aktívan jelen vannak a kávézó életében. Nekem még mindig egy kicsikét megfoghatatlan, segítsen megérteni, tehát hogyan néz ki egyáltalán a hétköznapok, a mindennapok, hogyha milyen közösségek sikerültek, milyen közösségek alakultak ott ki, illetve milyen programok vannak. Úgy kell elképzelni ezt a kávézót, hogyha valaki az utcáról betéved, ami mindennapos a kávézó életében, hogy valaki azt hiszi, hogy egy vendéglátóhelyre toppant be, és utána szembesül azzal, hogy nem. Úgy kell elképzelni, hogy bejön ebbe a közösségi térbe, és mindent megtalál, ami ahhoz kell, hogy ő egy kávét teát el tudjon fogyasztani, viszont nincsen pincér, egy önkéntes fogja fogadni, aki elmondja neki, hogy hogyan működik ez a kávézó, és azt is elmondja, hogy itt az ő dolga az, hogy eldöntse azt, hogy mennyivel támogatja azt, hogy ez a kezdeményezés fennmaradjon, nincsenek áraink, egyáltalán nincsen semmilyen kereskedelmi tevékenység, a kávé is egy automatából érkezik, tehát egy gombot kell megnyomnia annak, aki bejön a kávézóba, és utána mindenki maga után elmosogat, elpakol, és eldönti azt, hogy mennyivel szeretne hozzájárulni a működéshez. Ami az urnáinkba befolyik, az adománygyűjtő urnákba befolyik, részben abból tartjuk fenn a kávézót, abból működtetjük, de a háttérben... Vannak bérleti diékek, ugye? Tehát, hogy azt is ki kell fizetni. Piaci alapon béreljük ezt a
ezt a helyiséget, úgyhogy ennek a bérleti díjához toboroztunk 20 olyan helyi lakost és vállalkozót, aki havi 5000 forinttal támogatná a működésünket. Ez nagyon gyorsan össze is gyűlt ez a helyi 20 nevezetű kezdeményezésünk, tehát ezt azért is mondom így, tehát ez a 20 ember, aki havi 5000 forinttal támogat, őket úgy hívjuk, hogy jóságrészvényesek, és ők befektetnek tulajdonképpen a helyi közösség építésébe. Ennek a projektnek az a lényege, és ez benne az innováció, hogy ez maga az eszköz, amivel szemléletet formálunk, de ez a gyakorlatban maga a cél is, tehát az a célunk, hogy ez fennmaradjon, és minél többen megtanulhassák azt, hogy hogyan kell felelősséget vállalni valamiért, ami nem csak az övé, hanem mindenkiért. Tulajdonképpen ugyanaz, mint a társadalom nagyban, ugyanaz kicsiben. Gondolom akkor ez az önkéntességgel, mint magával a fogalommal is megismerteti az embereket. De volt valamilyen célkitűzés, amikor létrehozták, akár számszerűsíthető célkitűzés? Azt már az első évben teljesítettük, a számszerűsíthető, ez 80 új önkéntes volt, az első évben 110 új önkéntes szerződést kötöttünk az első évben, és ez folyamatosan nő. Ez a szám. Igaz, hogy a említett középiskolások a továbbtanulás miatt időről időre lemorzsolódnak, de mindig kerülnek a helyükre újak, úgyhogy ez a szám olyan 150 körül folyamatosan fennmarad. Az aktív, mindennapos életet segítő önkéntesek száma 72 fő, akik tevőlegesen a kávézónak a működtetését végzik, az egy ilyen 12 fős kemény mag, akik a programokat szervezik, és hát a programokra visszatérve ez is az egyik bevételi forrásunk, hogy különböző workshopokat tartunk, koncerteket, kulturális rendezvényeket, és vannak klubjaink is, amikhez lehet csatlakozni, például a társasjátékklub, filmklub és egyéb kézműves klubok, amikhez lehet csatlakozni. Beszéljünk ezekről a díjakról, ugye, még nem elnyert díjakról, tehát még egyelőre szurkolói fázisban vagyunk. Szociál Mari, ez mi? Mi pontosan? Ez egy közép-európai társadalmi innovációs díj, ez a társadalmi projekteknek az aranypálmája, hogy úgy mondjam, tehát, hogy azok az innovációk, amik újszerűen közelítenek meg egy-egy társadalmi problémát, azok pályázhatnak erre a díjra. Az idén 300 pályázó közül választották ki azt a 34-et, aki a döntőbe juthat, így kerültünk, vagy ebbe a 34-be kerültünk be 9 másik magyar projekttel együtt. Ez a díj 2005 óta kerül átadásra. Egy nagyon komoly pénzdíj is, de önmagában már a jelölés is egy nívót jelent, úgyhogy aki valaha is jelölésre került, vagyis bekerült a döntősök közé, már az is használhatja azt a logót, ami jelzi, hogy ez egy nívós innováció, társadalmi innováció, úgyhogy nekünk szeretnék, ez már önmagában. Jó helyezést érjenek el, ebben tudunk segíteni? Igen, nézzük. A szakmai díjon túl van egy közönségszavazás, mindkét díj esetében, a civil díj esetében és a Szociál Mari esetében is. Ez áprilisban online szavazás formájában fog lezajlani, úgyhogy a nyíregyházi lakosokat szeretnénk mi is aktivizálni egy kicsit, hiszen nagyon nagy beleszólásuk van abban, hogy a közösségi tér, ami a számukra is elérhető, az megkapja ezek közül a díjak közül valamelyiket. És nem véletlenül beszéltem több eszámban, mert hogy van egy másik díj is, amire jelölték önöket, már Magyarország jelentőségű. Igen, ez a civil díj, ez a NIOK alapítványnak a egészen hasonló díja. Itt egy olyan kategóriában indultunk, a legnagyobb hatású helyi kezdeményezés, ebben a kategóriában indultunk. Rajtunk kívül még 5 másik verseny is van ebben a kategóriában. Itt is májusban fogjuk megtudni azt, hogy ki az, akit ebből a szép számú versenyzőből, a döntősökből kiválaszt a zsűri, a szakmai zsűri, de itt is van közönségszavazás. Itt nem pénzdíjazás van, hanem nem csak pénzdíjazás van, hanem itt is ez van, hogy meghasznál, vagy használhatja ezt a logót, hogy civil díjas, aki elnyeri, és már a jelöltek is, illetve ez egy nagyon nagy láthatóságot is jelent nekünk, tehát egy olyan szakmai
út elé indulhatunk, olyan kapcsolati rendszert ápolhatunk és nyithatunk itt a helyi közösségben, vagy a szakmai közönségben között, ahol ami a jövőben is sokat segíthet a fennmaradásunkon és fejlődésünkön. Sok sikert kívánunk, köszönjük, köszönöm, hogy itt voltál. Szépen.